Változatos, kiegyenlített mezőnyjáték után gyakran kerültek veszélybe a kapuk mindkét oldalon, már az első félidőben. A Bátorszék védelméből hiányzott ezen a meccsen két alapember, Tóth Balázs és Faller András, ami azért érződött a játéktére, noha a helyettesek nagy akarással, lelkesedéssel játszottak. A hazai bordókék tolnaiaknál Pál Ahillesz és Szili Istvánt, a két csatárt keresték átadásaikkal elsősorban a társak, akikből szemmel láthatóan készültek a fehérmezesek, így az említett két játékos egyéni megindulásainál kellőképpen tolódott feléjük a fehérmezes bátaszéki védelem, így nagy helyzet egyikük előtt sem alakult ki a mérkőzés nagy részében. A tolnaiak különös gondot fordítottak a bátaszék kiemelkedő csatárának, Tóth Tamásnak az őrzésére, amit a terület leszűkítésével, a 2-1 elleni védekezéssel, mint utólag kiderült, egy szituáció kivételével persze jól megoldottak. Fél óra elteltével azonban megfogyatkozott a bátaszéki vendégcsapat. Egy a középpályán elpasszolt labda után Pál Ahilleszhez került a játékszer, akit a bátaszéki középső védő dobra ütemkésve, ahogy mondani szokás, felborított. Normál esetben megúszta volna egy sárga lappal a tettét, mivel a védelem utolsó embereként követte el a szabálytalanságot, egy gólhelyzetbe került csatárral, nevezetesen Pál Ahilleszel szemben, így jogos volt az azonnali piros lap, vagyis a kiállítás. A második félidő elején 10 emberrel játszó, a mezőnyben ügyesen passzolgató bátaszék megszerezte váratlanul a vezetést. Tóth Tamásnak, a bátaszék hetek óta jó formában játszó csatárának elég volt egy villanás is. Egy jó csellel lerázta a védőjét, belépett az üres területre, miután kivételes rugó technikáját megmutatva jobb külsővel kifliben nagy gólt lőtt a bal felső sarokba 1-0. Ezt követően nagy erőket mozgósította a hazai tolnai alakulat az egyenlítésért, a 10 emberrel játszó bátaszék hagyott bizony középpen és széleken is réseket ahhoz, hogy a hazaiak nagy gólhelyzetet alakíthassanak ki, de a koncentráltság hiánya, az elmúlt hetek eredménytelenségének negatív lélektani hatása bizony visszatükröződött a befejezésekben. Ilyen és ehhez hasonlatos helyzetekben, mint például az utolsó percekben is hibáztak a tolnaiak, akik újabb rangadót buktak el így, most már tekintélyes ponthátrányba kerültek a szűkebb élmezőnnyel szemben. A bátaszék összességében a helyzetek és a játék képe alapján szerencsés, de nem érdemtelen győzelmet aratott, aminek értékét növeli, hogy közel egy órán át emberhátrányban futballoztak. A mérkőzést előtt pénteken ezt tolnát kiértékeltük, értékeltük a dombovári mérkőzést, és annak a tanulságait levonva alakítottuk ki a mai taktikánkat. Egyetlen egy kérésem volt, hogy nem szeretnék pessimista csapatot látni a pályán. Én azt mondom, hogy bárkit meg tudunk verni, hogyha úgy állunk a kérdéshez. És ezt megértették, és úgy is tették. Tíz embernél adott volt, hogy a tolna jönni fog, volt is helyzetük. Nagyon őszintén megmondom, 4-5 olyan százalékszerűk volt, hogy ha értékesítik, nem szólhatunk egy szót se. De hát a szerencse mellénk állt, viszont nagyon nagyot küzdöttünk, és ez tényleg ez le a kalappal a fiúk előtt. Az ellenlét minden tartalékát mozgosították. Az elmúlt hetekben bizony kátyúba ragadt a tolna szekere, vannak gondok a csapat házatáján, ez tükröződik a játéktéren, de összességében nézve ezúttal nem játszottak rosszul, a Fortuna sincs már velük rég hetek óta. Nyilván rányomja ez most a hangulatra is a bélyegét, most az, hogy nem az a tolna, hát azért nem az a tolna, mert az előző szezonban az ilyen meccseket lehoztuk mondjuk 1-0-ra vagy 2-1-re, most az ellenfélnek van két helyzet, abból rúg egy gólt, mi meg 10 lehetőségből egyet sem, most már ez hetek óta így van valamiért. Hát most nem tudom, akkor azt szokták mondani a nagyon okosok, hogy dolgozni kell tovább, azt mondja valahogy megfordul, nem tudom, hogy mi tudna most már itt segíteni. Sajnos saját magunkat győztük le azzal, hogy nem tudtuk beütni a helyzeteinket. Óriási helyzeteket hagytunk ki, akár 0-0-nál, akár a bátaszék vezetés után, akár egyenlő létszámban, emberelőnynél. Gól van, arról kimaradt helyzetünk sajnos kapussal szemben mellé lőttük, hát így nehéz.
Igazából sokat beszélgettünk a héten, hogy tudjuk rendezni a sorainkat. Én úgy gondolom, aki látta a mai mérkőzést, csúsztunk, másztunk, küzdöttünk mindenért, kialakítottuk a helyzeteinket. Sajnos nem tudtuk berúgni őket, ez ahhoz veszett, hogy elveszítjük a mérkőzést, mert az ellenfél tudott rúgni egy gólt. A Bátaszék a második helyét megerősítve továbbra is azonos pontszámmal tapad a listavezető bajnoki címvédő Bonyhádra, és nagyon úgy tűnik, hogy a Tolna a tamási leszakadása a Dombóvár rapszódikussága miatt a legfőbb kihívója lehet Szőcs Lázár által nagyon rendbe rakott, felhozott bátaszéki csapat a Völgységieknek.